Na, hello mindenkinek! Ma megint egy vloggal jöttem nektek. Igazából a fontos része az holnap lesz, mert holnap lesz egy ilyen egész napos csajos nap, amit gondoltam, hogy felveszek nektek, de úgy gondoltam, hogy a mai napra is vlogolok egy nagyon kicsikét, de tényleg csak egy nagyon kicsikét. Most megyünk a boltba, aztán meg majd nekiállok vacsit készíteni, szóval, ja. Vásároltunk mindent, ami a vacsorához szükséges volt. Meg talán többet is, mint amit kellett volna, aztán most irány haza és álljunk neki főzni. Gondoltam, megmutatom nektek, hogy mit csinálok vacsorára. Ez pedig egy ilyen görögös, gyroszos, tortillás valami lesz. Van hozzá a tortilla. Az ilyen majdnem görög fűszerkeverék. Nem volt meg minden hozzávaló, szóval csak így maradt. Aztán már felvágtam a csirkét, úgy már csak meg kell ízesíteni, aztán kisütni. A krumplit majd megpirítom, mert ezt nagyon szeretem, melyet mindig szoktam csinálni. Ott az öntet hozzá, meg egy halom zöldség. És igen. Kész a vacsi. Így néz ki. Majd még az utolsó lépések, persze majd este. És most pedig megyek kifutni. Így néz ki a vacsora, és egyébként nagyon-nagyon finom. Úgy gondoltam, megmutatom nektek, miket viszek magammal holnap a strandra, mivel strandon is megyünk. Ez a szokásos törölköző flip-flop papucs, amit még a CCC-be vettem tavaly, és a fürdőruhám, ami pedig a H&M-ből van. Aztán viszek magammal ilyen szokásos dolgokat, hogy pénztárca, fésű, iratok, meg energiaital, meg víz. Ebbe a táskába fogok pakolni, ami a Reserve-ből van, és viszek magammal egy New Yorker-es neszeszert, amiben csupa lányos dolgot teszek, mint például a Secret Desodor, akkor a rágók, egy mini parfüm a Marie Colette-tól, egy toll papír zsepi, fülhallgató, balás, kézkrém, tükör, kontaktlencse tartó, septapasz, mert az mindig jól jöhet, és visznek még magammal 4 darab smink terméket, egy Catrice-es vízálló korrektort, egy Maybelline-es szemhétúst, egy Essence-es szempilláspirált, és egy Aveo-s, hogy hívják ezeket, ajakbalzsamot. Ennyi lesz majd úgy egész nap rajtam, vagyis hát főként a strandolás után. Jó reggelt mindenkinek! Ma van vasárnap, ma találkozom barátnőmmel. Bevallom, nem indult jól a reggel, de meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
madár. Nem mondom. Érdekes. Képek. Tök jó felvettem az oszlopot. Né... Ah, nézd, a tiszta pirosat láttam. Láttad? Ahogy láthatjátok, most már megérkeztünk a strandra, de jó ez a fűszál, itt tök jól eltakar. És már sétáltunk egy kicsit, még fogunk sétálni, aztán meg még megyünk kajálni, meg táblókat nézegetni a városba. És nem tudom, mennyi jelen lesz a strandról, hát... Ja, eddig ez egy jó nap. Jó volt ez a mai nap, ahogy láthattátok, fürödtünk egy keveset, csak 4 órát voltunk, ami nem olyan nagyon sok, aztán még sétáltunk egy kicsit a polcán, meg utána még visszamentünk a sétáról a tablókat nézegetni, meg beültünk dinerezni, mert már nagyon-nagyon éhesek voltunk. Aztán pedig még ott elcsillezgettünk a plázában, ott elődögeltünk, másfél órát beszélgettünk, és igazából ennyi is volt az egész, aztán még az következő héten vár rám 2 darab csajos nap, szóval azokat már nagyon várom. És egyébként eléggé fáradt vagyok, szóval legszívesebben most lefeküdnék aludni. Tiszta szörnyű ember vagyok, teljesen elfelejtettem csinálni bármilyen intrót is a mai naphoz, vagy egyáltalán bármilyen felvételt. Már csak a legvégén jutott eszembe, hogy basszus, nem vlogoltam semmit, pedig esküszöm akartam. De korábbi busszal mentem be, mint ahogy terveztem, aztán ez valahogy így elfelejtődött. Pedig a hajamat is meg akartam mutatni, mert ezt már így teljesen szétszett az eső, de majd lehet illesztek be ide egy képet, vagy valamit, vagy nem tudom. Nemrég értem haza, jól éreztem magam nagyon, egyik barátnőmmel találkoztam. Persze a legnagyobb szakadó esőbe találkoztunk. Miért is? Elmentünk a Freibe, egy kicsit kávézgattunk, meg beszélgettünk, aztán meg elmentünk kocsikázni, meg még többet beszélgetni. Pedig amúgy olyan jó kis felvételeket lehetett volna csinálni. A kávé is nagyon finom volt, vagyis egy ilyen mentás valami, nem tudom mi volt, de finom volt. Meg sétáltunk még ide-oda, szóval az eső az teljesen eláztatott, szóval az úgy nagyon jó volt. De esőszem megpróbálok a holnapi napról végre felvételeket készíteni, mert ez meg egy másik csajos találkozó lesz másokkal.
És akkor szerintem ennek az egész blognak a témája a csajos napok lesznek. Igen, remélem, hogy arról tényleg nem felejtek el blogolni. De meg ígérem, hogy megpróbálok róla blogolni. Vajon mit kutathatnak ott napok óta? Komolyan folyamatosan ott matatnak. Biztos békákat találtak. Hello mindenkinek! Ma végre szerda van, és az sajnos az utolsó csajos nap a héten, amit egy kicsit sajnálok, de most nem felejtettem el vlogolni, vagy legalábbis az intrót megcsinálni. Azt, hogy elfelejtek-e vlogolni, vagy nem, az már egy másik kérdés. Ma is egy elég csúnya napra ébredtünk. Most jelenleg nem esik az eső, de bármelyik percben eshet, vagy eshet az egész napon, ami egy elég szomorú dolog. De most kaptam új polcot, amit nem sokára fel is fogunk szerelni, és pedig én nem sokára indulok is, de majd fel lesz szerelve. Valószínűleg kávézni megyünk megint, vagy kajálni, nem tudom, de inkább a kávé az esélyesebb. Igen, még csinálok most egy gyors kis outfit review-ot. De jó, hogy tudok beszélni. Már nagyon-nagyon várom, hogy felszereljük a polcot, mert nagyon-nagyon rossz a szobámnak a kialakítása, nagyon kicsi, és nagyon sok cuccom van ahhoz képest. Szörnyű a fényerő. Szóval igen, az outfitem az tök véletlen, ugyanis ez is egy H&M-es felső, egy H&M-es nadrág, és a kis táskám is H&M-es. Szerintem annyira nem rossz. Nem kezdek el magyarázkodni, ahogy láttátok, vagyis ahogy nem látjátok. Megint nem logoltam semmit. Mégpedig, mert konkrétan akkor jutott eszembe, amikor már bementünk és kínejtettünk, hogy hoppá, megint nem logoltam semmit, így a kávézás, meg a sétikálás, meg a kint üldögélés, meg beszélgetés, ez mind kimaradt, pedig nagyon-nagyon jól éreztük magunkat mindannyian, nagyon sokat nevettünk. Ugye, ahogy mondtam, kávézni voltunk, és ilyen nagyon jó kávét ittunk. Aztán meg a szimbaterasztra kiültünk, és csak úgy voltunk, beszélgettünk, aztán meg éhesek voltunk, szóval úgy döntöttünk, hogy elmegyünk kínézni, szóval elmentünk kínézni. Aztán meg még megint beültünk a plázába beszélgetni. Talán be tudok vágni egy-két képet, vagy rólam egy drága felvételt, amit nem tudom, hogy bevágjak-e, vagy nem. Amikor kicsit elszúrakozgattunk a kávézóban, mondjuk igaz, biztos nem néztek hülyének, de lehet bevágom, lehet vállalom a kockázatot, hogy mindenki hülyének nézzem. Nem jó. És azt hiszem, ennyi is lett volna ez a vlog, hogyha tetszett nektek, akkor lájkoljátok, vagy iratkozzatok fel, vagy hagyjatok kommentet, vagy akármit. Köszönöm, hogy megnéztétek, és találkozunk is legközelebb. Sziasztok!